technikai információ. Az előző éjjel lehullott nagy mennyiségű eső sem tántorította el azt a mintegy 150 fiatalt s időst, akik március 28-án keresztúti imádságra vonultak az Egedhegyre. Jézus keresztútját végigjárva elgondolkodunk azon, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, hogy mit vállalt értünk, és amikor átelmékedjük az egy-egy állomáson történteket, akkor átgondoljuk a mi saját életünknek az útját, a keresztútját is, és szeretnénk erőt, segítséget kérni Jézustól, hogy a mi életünk is ne csak keresztút legyen, hanem a szeretetnek az útja, mint ahogy az ő keresztútja az a szeretet útja volt. Hogy itt most végig megyünk egy darabon a városon, aztán kint a természetben, tulajdonképpen tanúságtétel. Ahogyan Jézus hordozva a keresztjét, vitte végig a keresztet a városon, Jeruzsálemen, ott is forgatag volt, tömeg, bámészkodók, és azok, akiknek nyitva volt a szívük, azok megláthatták, hogy itt nem akármi történik, hanem valóban szembesül mindenki azzal, hogy hogyan áll az isteni szeretethez. És szeretnénk erről tanúságot tenni, hogy Jézusnak a keresztútja, az a szeretet útja, az az isteni jóság és szeretetnek az útja, hogy elindítson másokat is az isteni szeretet felé. Aztán, amikor kiérünk a természetbe, akkor meg rácsodálkozunk az induló természetre, az éppen kinyíló bimbókra, a virágokra, és látjuk azt, hogy nincs ebben semmi kontraszt, hogy indul a természet, éled a természet, és közben Jézus pedig az ő halálára készül, illetve hát azt emlékedjük át, mert Jézusnak az útja, Jézusnak a keresztáldozata az az igazi életet hozta meg nekünk. És amikor látjuk az élet fejlődését, kibontakozását, akkor szintén gondolhatunk arra, hogy az életünk, a mi életünk is a teljesség felé bontakozik. Ha végigjárjuk életünk keresztútját, akkor nekünk is részünk lehet az élet teljességében. A hegy csúcsára érve a keresztet felállították, a tövére pedig virágokat helyeztek. Záróimádság és áldás után indultak haza a hívek. A programot idén is a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezte.